Mi Rabas írásaiból olvasunk, amely benne van a PESZAK könyvecskében, mondják, hogy melyik oldalon, ha most éppen nem akadt volna el. Ez a dolog. Egy pillanat. most való eltűnt nekem ez az adás. Remélhetőleg meg Te, tehát nekünk össze kell tapadnunk a fény forrásával, a teremtővel. Közben... Nem, nem, nem akad el, remélem. Tehát és akkor ez itt újra megakad. Hát ez egyre nagyszerűbb. Fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Pillanat. Hát, hát, hogy egy pillanat türelmeteket kérem. Be tudok lépni, folytatom. Na jó, megpróbáljuk akkor. Be tudom. Tehát gyere a fáraóhoz, ugye itt erről ír. Tehát nekünk ez, hogy gyere a fárahoz, ez, ez összes cikket, abból a pontból kell néznek, hogy megpróbálja elmagyarázni a számunkra azt, hogy hogyan kell önmagunkat a helyes módon hozzáigazítani a fényhez, és hogyan tud megnyílni ez a számunkra, hogyan tud ez bennünket megváltoztatni. És ugyanezt történik, amikor kimegyünk terjeszteni. Tehát itt azt kell kérnünk, hogy ott nem kell meggyőzni magunkat, nem tudjuk, hogy hogyan kell kilépni. Tehát nekünk itt ezt a cikket úgy kell hallgatnunk, még, tehát még egyszer most ö, visszapufferelt a gép, tehát leforítom ezt a néhány mondatot még egyszer, hogyan tudjuk önmagunkat hozzáigazítani a helyes módon, ahhoz, hogy ellentétesek vagyunk a fényed, és mégis a fény feljön a mi számunkra és megváltoztasson bennünket. Hogyan tudjuk ezt megtenni? És ugyanez a történik, amit kimegyünk terjeszteni. Tehát itt ugye nem kell győzködni senkit, beszélgetünk erről, tehát nem tudok jó példával előjárni, mit tudunk tenni, ugye ez mind fölbukkan most. Tehát jó sok példánk van a mi világunkban az emberek kapcsolatára, hogy egy és hogy a kapcsolat valójában inkább mindenkit lerombol, és nem épít. Tehát a mi közösségünk is látszik, hogy itt milyen mértékben próbálunk összekapcsolódni, és aztán abból már elkezdjük egymást gyűlölni. És ezt olvassuk az óárban is, Rabbi Simon, és a diákjaik, akik azonnal elkezdték egymást gyűlölni. Tehát akkor ezt az állapotot akarjuk elérni, hogy mit akarunk elérni? Tehát azt akarjuk, hogy idővel, amikor mi beszélünk az emberekhez, Hogyha mi csoportunk középpontjából lépünk ki, és lépünk oda valakihez, akkor neki a reformáló fényt kell, hogy elvegyük. Tehát, hogy fel kell ismernünk, hogy milyen cselekedetek vannak itt, hogy itt spiritális cselekedet hajtunk végre. Az embert ehhez a csodához kell eljutatnunk, hogy, hogy az életében ez a csoda megtörténhet. Mit jelent ez? hogy őt a kapcsolathoz visszük, egy kapcsolathoz a fényjel. És a fény az nyugalomban van, és az a cselekedet, amiről beszélünk, ennek spirituálisnak kell lenni. Tehát nem kell meggyőzni semmiről őt, tehát ez nem valami fajta értékes ember vagyunk, aki valamit el akar neki adni, egy ravót vagy bármit. Nekem úgy kell hozzáfordulnom, hogy mint valaki az, aki a spirituális csővezeték végén van, erre kell gondolnom, hogyan adakozhatok felé, hogyan válhatok az ő számára egy hithűbb, csővé, vezetékké, még koncentráltabb, még intenzívebb, hatékonyabb csővezetékké a fényből. És ez az én célom, ez az én szándékom. Minden más, annak nem jövök, f... azt nem én irányítom, ki vagyok én, ki lehetnék én, hogy én adjak valamit, amivel még én sem rendelkezem hogyan tudhatnám ezt, az emberek ezt mondani, hogyan tudnám meggyőzni ezen a módon. Tehát ö, a több ezer ember közül csak egy található, akire ezt át lehet adni, és ö, higgyétek el, hogy tehát ö, az embereket nagyon könnyű összekeverni bármivel. Hát nézzetek hogy mi, hogy, hogy működik minden egyes ö, dolog, tehát tehát ugye bárhozzá beszél erről, hogyha valaki jó a, 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 a terjesztésben, a propagandában, akkor ragadjátok meg őt, és neki pénzt fogadjátok fel. Mit akarok mondani erről, figyeljetek? Tehát, tehát nekünk nincs mit eladni. Hát nincs termékünk. Hát mit tudsz nekik adni? Mi az a gyakorlatilag, amit ad, tudsz nekik adni? Sokkal inkább arról van szó, hogy a csővezeték végét kell neki eladni, amin keresztül a fény megérkezik, a körülő fény, amit nem érezhető, nem látható, de akkor ez dolgozhat az emberem, amiről itt szó van. De! A propagandának megfelelően nekünk valóban kell keresni azt, az, hogy a, hogy dolgozhat ez az embereken. Tehát nekünk Tehát mindenkinek gyakorlatilag a reformáló fényt kell magára vonni. Tehát én nem, nem hajtok végre spirituális cselekedetet. Én a csoport középpontjából ezt a szellemiséget, amikor kimegyek terjeszteni, kivezetem egy csővezetőn keresztül, én kapcsolat vagyok valakihez, és én folyamatosan ebben a cselekedetben vagyok, hogy viszem neki a fényt ezen a csővezetőn keresztül. Tehát legfontosabb a belső érzékelés. Az ember, aki szemben van velem, az érezze ezt ez a legfontosabb dolog, ez az, amit föl lehet fedezni, ennek eredményeképpen lehet felfedezni a munkának a lényegét. Ez az ember, általánosságban ezek az emberek, nincs szükség intellektuális dologra, intellektuális manipulációra. Az emberek megtalálják az interneten is, és millió más helyen mindenféle bölcsességet, ami nem kevesebb, mint a tietek. Amire szükség van, az az érzelem és hogyha ti érzelmet tudtok vinni bele, akkor a fény működik közöttetek, akkor ők élvezni fogják azt, amit csináltok, és akkor azonnal felétek fordulnak. Tehát erre figyeljetek oda, próbáljátok meg ezt, és akkor kérdeznek az valamit? Én, én tudom, hogy a, a legfontosabb része a kül... kívülvizet háborúnak, hogy hogy ezt a hűséges csővezetékké váljunk. Igen. Hogy ne feledkezzetek arról soha, hogy én nem csinálok... Én nem... Én... Én nem csinálok spirituális cselekedetet. Egy infúziót adok neki. Tehát én el kell magyaráznom, mi az oka minden rossznak, és hogy lehet ezeket jóvá fordítani. És akkor majd a fényt, ha rá tudom ilyen módon vezetni, az dolgozni fog rajta. Oké, okay, de a kérdés az mondja Janiv, hogy hogy az aktuális kapcsolat az emberekkel, hogyan tudom ezt állandóan fenntartani, ez a legfontosabb munka. Hát szívből próbáltuk meg fenntartani ezt, és megtartani. De hát ez állandóan eltűnik. Hát akkor mindig erőfeszítést kell tenni. Ez egy állandó erőfeszítés minden egyes pillanatban. Az embernek meg kell újítania ezt, és ez igaz. a spiritualitásban nincs ilyen szempontból valami konstans dolog. Mindig megújulás kell tenned. De ha ezen a módon kezdesz el beszélni hozzá, akkor valóban a saját szívetekből átvezetettek valamit az övébe. Tehát próbáltok meg ezt az állapotot elképzelni, és látni, hogy mennyire, mennyire ez alapján működtök, vagy működtetek őket. Mit jelent az, hogy én a csővezeték tetején vagyok az emberi irányába? Az, hogy te a csoportnak a reprezentása vagy. Tehát te a teremtőtől érkezel, mivel a korrekciónak az ideje eljött, és ezért be kell jelenteni mindenkinek ezt a maga módjára természetesen. Tehát nekünk, mindenkinek az arcát ebbe az irányba, ebbe a cél felé kell fordítani. Tehát ti egy ügynökök vagytok, egy delegáció ti a... A küldöttei, bocsánat, nem tudod, ez van szó. A küldöttei nem teremtőnek. Oké, de akkor a belső kitöltés, amin keresztül ezt éreznem kell. Azon túl menő, hogy én átvezetőt vagyok, mit tudok én tudni? De a kitöltés az egy érzékelés. Semmi más. Oké, de akkor én egy belső érzékelés kezdek kell őket kapcsolom, a csoport belső érzékelés. Persze. Valóban erről van szó. Tehát a ne az intellektus szerint vezessétek őket, hanem az érzékek szerint, és érzékes Tehát a tórában nem fognak hinni, azt intellektussal megtagadják. Oké, de akkor mi különböző ezekkel beszélünk, van akik nyitottabbak, ugye van a lokális kultúra, van akik extraváltáltak, aztán van akik cinikusabbak, van akik távolabbról nézik, ahogy Musi mondta. Tehát néha kell a csoportnak az ereje, hogy egyre jobban érezzük őket. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan lehet az, hogy ne fessük, ne, vesz, ne veszítsük el ennek a felső erőnek az érzékelését, amit ön mondott a workshopon? Még egyszer, az érzelem. Oké, ezt is értem. Ez így teremtük meg. Tehát van egy tiszta érzelmi állapot, ez világos, mondja Eli. De hogyan tudjuk megteremteni? Tehát jön egy ember, az nagyon introvertált nagyon cinikus, csalódott, mindenféle csalódások veszik őt körül, mindenféle módszerben csalódott. Ezt már nem egyszer említettük, az emberek meg kell érteni ezt. Hogyha e, nyilvánvalóan a szívén keresztül kell felszabadítani az embert, általánosságban. Tehát nyilván egyelőre csak az értelméhez tudtok dumálni, ez a nagy csapda az egészben. Tehát az értelmén keresztül kéne neki elmagyarázni, hogy, és ezért különböző beszélgetési szkripteket kell összeállítanunk, hogy az embereket, hogy kezeljétek az érzelmi embert, a, a, az, az, agyas embert, az öreg embert, a fiatal embert. Tehát fel kell készülnünk ezekre a dolgokra. És ebből a pillanatban nem tudjuk még, hogy melyik embert hogy kell kezelni. Oké, okay, de én azt gondolom, hogy én magam is uh, nem probléma az, hogy internetesen hogyan mozdulok el innen oda. De az emberek néha annyira fusztráltak uh, annak a tekintetében, hogy megváltoztatta valami a, a világban, és a gyűlölet tekintetében pedig teljesen igen. Hát fantáziátok lenne ki, hogyha a világ... Ültessétek ebben a, a fantáziát hogy milyen jó lenne, ha a világ össze lenne kapcsolva. Akkor nem lenne korrupció, nem lenne törés, nem lenne gyilkosságok, és minden, ami a világban történik, minden egyes dolog, ami a világban történik. Tehát, hogyha minden ami össze lenne kapcsolódva, egy jó szellemiségben, akkor ezek a dolgok eltűnnének, amik ennyire kegyetlenek és rosszak az emberiség, egy paradicsomban élhetne. Mindenki egyforma lenne, egyenlő röviden, ez egy ideális állapot lenne, vagy közelen az ideális állapothoz. Képzeljétek ezt el, fantáziátok -e erről. Ez Ed, lehet, hogy nem reális, de tudtok róla beszélni. De mit jelent ez, hogy néhány ember így éli meg? Menjél vissza. Hogyha mi összekapcsolódunk, akkor el kell élnünk egy olyan állapotba, ahol ezt megtehetjük. Tehát mindenkinek azt kell mondani, hogy én mindenkit érzek, mindenkit úgy érzek, mintha az én családom lenne, de én képes vagyok ezt elérni? Képes vagyok ezt elmagyarázni az embereknek? Ha mindenki a másikat úgy érzi, hogy ő közel van hozzá, akkor nem tudna neki rosszat akarni? Akkor csak jó viszonyt akarna vele tartani, teoretikusan, hipotetikusan, csak az ember nem tudja, hogyan érje ezt el? Tehát én itt vagyok az egész emberiségre ránézek, akkor mit tudok tenni velük? Az emberiség az olyan szemétbányában él. Akkor mit tudok tenni? hogy Hogyan lehetséges mindezt megváltoztatni? Tehát mi egy ilyen állapotban vagyunk, hogy annak érdekében, hogy önmagunkat át tudjuk rendezni a helyes módon, mindenek előtt alkalmazni kell az, hogy a, hogy a, rossz egyre világosabb legyen, egyre átláthatóbb legyen, és mindenki látva ezt a rosszat, és, a rossznak a, és az, hogy mit okoz a rossz, hogy ez a, gyakorlatilag is az oka ennek a rossznak a kapcsolat hiánya, és akkor rögtön arra fogja irányítani őket, hogy megpróbálják összekapcsolódni, és ez felül, egy imára sarka őket arról, hogy felül meghallja a felső erőt. Tehát nyilván ez a természet erejéről másfajta választ fog kihozni. És ilyen módon elérünk egy, egy jobb, magasabb szintű állapotba. Tehát mindenek előtt minden a jó kapcsolattól függ. Hogyan tudjuk -e elrendezni a jó kapcsolatot egymás között? Hát, hogy mondhatnánk, hogy ez valami egyszerű dolog a természetem belül, mert a természeten belül vannak ilyen kapcsolatok ez fejlesztette ki az, anyagot, ez hozta létre a természetnek a különböző szintjeit. Tehát az a jó erő az, amelyik működtette a természetet. És ezt kell kibontani a saját életünkben is. És ez workshopon el kell magyarázni az embereknek. legalább egyszer vegyetek ki részt ebben, és lássatok, mi a valódi élet. Én meghívlak benneteket. Ez ingyenes, természetesen egy helyen, ami kényelmes számotokra, hogy megpróbálhassátok, hogy mi egy egyszerű cselekedettel, egy egyszerű pszichológiai cselekedettel hogyan tudjuk azt az erőt magunkra ébreszteni, önmagunkon belül, amely képes valamilyen mértékben összekapcsolni bennünket. Valamilyen mértékben. Ha minden ugyanannak a városnak, szomszédságnak vagyunk a részei, hogyan tudjunk biztonságosan, megoldani ezt, hogy hogy valóban a családi problémák és mindenféle problémák, amik történnek, mert legyen ez kisgyerek vagy nagygyerek problémákban élnek, tehát hogyan tudjuk legalább egy városban ezt kiépíteni, hogy ez jó példa lehessen. És ezt meg kell tudnunk csinálni. Meg kell tudnunk mutatni, tehát hogy hogy fog ez működni, ugye meg kell mutatnunk, hogy ez kizárólag a sikeren keresztül lehet megmutatni, hogy ez egy példa. Tehát először el kell vinni őket egy egyetértéshez, hogy egyetértünk abban, hogy minden rossz az ebből származik. Tehát nekünk kiégettük a természetelőfordítás forrásokat, mindenféle problémák történnek, megmérgeztük a Földet, azért, hogy, hogy lássák, hogy az emberek közötti negatív kapcsolat mit okozott. És hogy minden, ö, aztok, minden abban az irány mutatott, hogy a paradicsom helyett egy pokolt építettünk föl. Mi a megoldás? Egyszerűen az, hogy jobb kapcsolatot építünk egymás között. És ebben rejlik a megoldás. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Az egyik ellentétes a másikkal. Erán fog. Az a sió vicc minden igaz, de mindjárt meglátjuk. Az. E, tehát akkor elegendő az ember tevére az a megértéshez, hogy valóban a problémáknak az oka az, hogy a viszonyok nincsenek egymás között elrendezve egy előnyös módon. Mivel gyakorlatilag ez a ponthoz elvinni én nem tudom a legtöbb helyzetben ne azt mondod, hogy felső, mondd hogy belső. E, mindegy. Hogy ülök egy vacsorán, vagy emberekkel beszélek, nem leckén ülök. Tehát ez, ez úgy hangzik, mint egy National Geographic, és nem egy valódi helyzetnek. Oké, na de a természet, hogy kezd mindenhez hozzáadni? Honnan származik a sejteknek a, az ereje, amivel működik? Tehát, hogy hogyan kapcsolódik minden össze atomokká, a részecskék, még komplikáltabbá. Egész addig, amíg élet jelenik meg a sejtekben. Hogy történik meg mindez? Honnan származik mindez? Ezt senki nem tudja elmagyarázni, nem? Hogyan fejlődik ez? Hogyan kombinálódik ez? Hogyan válik az élet Hogyan történik mindaz meg, hogy, az, hogy milyen belső erő van az életnek? Mondjuk plusz és mínusz. Ugye a belső, magyarázzuk ezzel, hogy, a, hogy a, belső erő az mindent a fejlődés fele nyom. Tehát kérdezzetek meg bárkit a világban, hogy a vezetők, akik a világot irányítják, ki tudja ezt a, választ? Tehát, tehát nevezük ezt hitnek, hogy van valami hit a természetben, de mégis a természet fejlesz bennünket és ezt az erőt így tudjuk felfedezni. Oké, de van egy lecke, ahol az ember eljött egy workshopra, és meg kell értenie, hogy a workshop, hogy ez nem probléma. De ha egy olyan helyzetben vagyok, hogy egy reggeli, vagy ebédem, vagy egy családésem ilyen ülök, ahol el kell magyaráznom a természet belső erét valakinek, az emberek nem ebbe élnek, elmennek vakációra, tengerentúra, dolgoznak, miről beszélek én, sejtekről, meg emberi testről, meg erőről, ezért kérdezem azt, ez egy kritikus pont, mert ahogy azt említette, hogy mikor említette meg a kapcsolatot, nem a természetnek az erejét, mondja a srác. Mert a közöttük lévő kapcsolatot tudom példának mutatni, hogy nyilván az a. Tehát én el tudom magyarázni, mennyire előnyös, hogy összekapcsolódunk. A kérdés csak az, hogy milyen fajta erő itt meg, és milyen felső erő meg, hogy mi ad itt igazából előnyt. Hát nyilván azt kell látni, hogy ugye akkor az, hogy hogyan tudom elmagyarázni, hogy valami előnyt ad, adhat neki. Tehát nyilván itt most Izraelről beszélünk. Tehát nyilván ebben az országnak a belső kapcsolatairól beszélünk. Oké, de akkor azáltal, hogy összekapcsolódunk, akkor megjelenik egy erő, ami összekapcsol az embereket, ez oké, mondja Erán. Tehát önmagában az emberek kell valamifajta motiváció, hogy egy ilyen fajta cseket felérődön. De amikor te azt mondod, magyarabb, hogy te tanítod a nemzetet, hogy ez a te célod, akkor megérthetik, hogy ez a legértékesebb dolog. De az összes többi dolgot nem tudjuk befolyásolni. Tehát a nagy tőkések, mafiát, meg mindenféle dolgokat nem tudjuk befolyásolni. A kormányzatot sem. Ugye ezt a, és egyáltalán a kriminális világot, azt a hatalmas bűnözői világot nem tudjuk befolyásolni. De mégis, amit tudunk befolyásolni, az Tehát ez az a terület, a gyerekek területe például tudunk valamit tenni. Tehát akkor egyet abban, hogy valami módon a kapcsolat segít. Igen, ebben is egyet fognak érteni, mondja Ayrán. Nem csak a oktatásban, hanem az, hogy az embereket szervezzük meg, hogy együtt tudjanak csörekedni. ugyanarra a dologra. És akkor ő... És akkor mondják, hogy oké, okay, te meg, engem meg hagyd béke. Oké, okay, de te azt mondod, hogy oké, okay, megteszem, csak támogass engem. Ez rendben mondja Ayrán, de... És leült, tehát innen látszik, hogy Oké, de akkor itt az összes gyakorlati pragmatikus magyarázat az azt mondja, hogy ez egy álom marad ez, mert az emberek nem álmot akarnak. És ez nem is egy álom, hanem nekünk itt a mennyországot kellene a földön megosítani, hogy álomba váljon. Én azt gondolom, hogy ez nem egy álom, hogy hanem ez valami, amit az emberek látnia kell. Oké, de akkor itt van egy belső pont az emberben, ahol az ember akarja ezt, mert ezt az egoista uh, héj, amiben vagyunk zárva, rav. Minden egyes embernek valami fajta, hát gondoltok bele, hogy amit, ha egy reményt adnátok, az élet után van halál. de a halál után van élet, bocsánat. Oké, de hogy ezt a témát uh, meg tudjam közelíteni, ugye amikor kimegyek az emberek közé, mondja a srác, akkor mindenki valóban a, szik... a remény szikráját akarja megragadni tehát, hogy megértsük, hogy, hogy, nem, tehát, hogy kapcsolódjanak hozzánk legalább egy, egyetlen kis meg lehetne változtatni a világot. Tehát, hogy, tehát, hogy kimegyek terjeszteni kívülre, akkor, mintha egy ígéretet adnék át nekik, mintha ígérnék valamit, és akkor, mintha kötelezném magam, Tehát a külső körökben lévő emberekről beszélünk, tehát emberekhez beszélünk, akik közel vannak hozzám, ismernek engem, és hirtelen egy olyan fajta helyzetben vagyunk, amiről beszélünk, egy üzenetről. Tehát azt, valami történik kívül, akkor elkezdjük megbeszélni, hogy mi történik, az emberek érzik ezt, és hozzá kapcsolódhatnak A kérdésem tehát az, hogy amikor ez a cselekedet megtörténik, tehát egyfajta pszichológiai akadály meg, akkor megjelenik egy pszichológiai zár, amikor a csoportról beszélek, ak akkor azt látom, hogy, hogy akkor minden ígéret, minden dolog, amit én megpróbálok neki átadni, az egyszerűen megakad, és hát nyilván hát lehet, hogy a következő két-három hónapban ez a legfontosabb dolog, hogy megtanítsuk magunkban ezt a fajta túllépést ezen. De ez a legfontosabb dolog, hogy túl tűzik, lépni ezen. Tehát, tehát a minden más helyet, ha az ember terjeszteni, mert ez a legértékesebb, el. Oké, de a mi munkánk, és olyan, hogy amikor ezt megteszünk, akkor meg kell értenünk, hogy magunkban van valami hiány, és mi vagyunk bezárva miatt. Tehát, tehát innen felte nincs, nincs már visszafordulás, mondja a srác. Hát hova tudnál visszafordulni? Tehát nekünk a, a mi vagyunk a felső, és nekünk a felső felsőhöz kell imát emelni. Tehát mi egy fix struktúrában vagyunk, egészen a, a korrekció végéig. Tehát egyszerűen végre kell hajtanunk a dolgunk. Ki kell mennünk, össze kell kapcsolódnunk, és pontosan ezáltal tudunk mantemelni a csoport középpontjából. Semmi más dolgunk nincs, mint Oké, okay de ilyen módon minden egyes barátunk itt mondhatjuk azt, hogy mi egy olyan cselekedet kell, hogy végrehajtsunk, ahol, ahol helyes módon választhatjuk ki a, a környezetünket, és akkor ez egy nagyon érezhető módon megjelenik kívül. Rav. Nincs nagyobb és erőteljesebb cselekedet, mint a, cselekedet, mint a terjesztés. Ez téged is arra kötelez, hogy kapcsolódj össze a végén, egyrészt a csoporton belül, másrészt ahova terjeszteni akarsz. Tehát alapvetően, ha mi sikeresek vagyunk ebben a csekedetben, mindenki a saját viszonyrendszerében, legalább a legkisebb mértékben, tehát ezt együtt kell megtenni, nem? Mert ez egy fizikai csekedet, együtt kell megtennünk. Igen. Hát ez az első alkalom, amikor valóban egy jó környezet tud választani. Arra, hogy előre haladj. Ha hát csak oda neki még egyszer. Hát, ugye mi aztán azt látjuk, hogy, hogy van az üzenet, amit nekünk el kell magyarázni nekünk, hogy a sikernek a titka, a megoldás az az egység. És ez, amit meg kell érteniük, hogy ezt mind veszik vagy nem leszik, az lényegtelen, csak a fény tudja őket megváltoztatni a fény attól a pillanatok kezdve kezd el dolgozni, amikor mi megcímezzük ezt a fénynek. Tehát ezért a csoportnak tudnia kell, hogy hogyan tudjuk megfordítani ezt a fényt, és hogyan tudjuk az állapotokat megváltoztatni, hogy az üzenet az eljusson hozzájuk. Mert a siker, ami történik, az a csoportok belül kell történjen, és a fény az, ami megváltoztat mindent, és a fény ilyen módon csak bennünk működik. hogyan tudja a munkánk megváltoztatni ezt? Neked gondoskodni kell a másokról, és neked nincs hozzá erőd, de nem tudod, hogy kell ezt megtenned. Neked érezned kell, valóban, hogy hogyan tudsz róla gondoskodni. És akkor nyilván szükséged van magára a fényre. Tehát más nem történik itt, mint az, hogy te képes legyél, Tehát először csinálnak egy workshopot, aztán egy leckét, aztán egy beszélgetést, aztán valami fajta munkát kell megszerveznem nekik, hogy valóban megmutassam nekik, hogy a, a, hiányok hogyan változnak, hogy aztán lássák, hogy semmi nincs a mi kezünkben. Tehát semmi nincs a mi kezünkben. Hát mi, mi, lenne a kezünkben? Én mit ígérhetek nekik? Mert ha ígérek valamit, és nem teljesítem, akkor nagyon csapnak. De nem tudom, tehát... Akkor meleküljek minden felelősség elő? Tehát nektek a nyomást kell éreznetek. A szé... Tehát, hogy nem kell szégyenkeznem, hogy én mit mondok nekik, hogy ő mit mondok nekem. Tehát nekem szembesülünk az, ut az után az természetesen csomó dologgal. Hogy milyen ígéreteket tettem, hogy hogy állítottam be a dolgokat. Tehát mit tudok tenni? Egyszerűen önmagamat kell abban a feltételrendszerben behelyeznem, ami egy... Nagyon nagy intenzitású dolog, hogy az nyomja az én érzelmeimet, az értelmemet, az elmémet. Tehát, hogy mindenféle dolgok jelenjenek meg rajtam keresztül. Nem csak, hogy nyom engem, hanem nagyon komplikált módon nyom. Hogy nem menekülhessek el ettől. És hogy valódi imához hűsak el, mert nincs más a kívül, tudjuk ezt, ugye? Ezt meg kell meghallanom. És akkor felfedezhetem, hogy csak ő, a teremtő, tud segíteni. És akkor hirtelen megjelenik a teremtővel való kapcsolat. Igen, mondja a srác. Annak érdekében, hogy mi ebbe az ápotba kerüljünk, nekünk egy befolyás kell a környezettől, a csoporttól, hogy érezzük a csoportot, és ezt a... Ezt. Igen. Na most látod, most kezded érezni, hogy hiányzik a kapcsolat a csoporttal. Mert gyakorlatilag ez fogja befolyásolni a kapcsolatot a külső erő, a külső közösséget, Oké, okay, de akkor... Oké, akkor Oké, akkor most kimegyek gyerekek, akkor el kell mondanod a csoportnak, hogy ma kimegyek valami nagyon fontos, de cselekedet fogok csinálni, szükségem van a támogatásokra, adjatok nekem erőt. Tehát adjátok ide az erőt, ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni. Ezt nyugodtan mondhatjátok. Oké, okay, interpretáljátok. Mondja... interpretáljátok. Mondjátok el kifejezhetjük mi ezt bizonyos szavakkal. A persze. Vidd őket, akár, akár sörtén, akár beszélgetni. Tehát ő fogja neked adni a, 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 az erőt. A workshop, amit ön adott nekünk minden egyes reggeli leckénél, tehát megvizsgálva a, az állapotokat, oké, nekünk van egyfajta workshopunk, van egyfajta szükségszerűségünk. Oké, okay, de abban a pillanatban, amikor egyfajta szellemiségben vagyunk, valóban mindenki az egység fele kell, hogy forduljon. Tehát van, aki, van néhány ember, aki szeretne már ilyenfajta egységben lenni, és meg is érti. De természetesen, amikor megvizsgálják az eredményt, a legtöbb ember úgy működik, a nem mennyiségileg, minőségileg megvizsgálják, hogy ez eredményre vezethet, akkor még több ember fog csatlakozni. Tehát minden attól fog függeni, hogy hogyan tudod összekapcsolni az embereket belül. Te vagy az utolsó? Vagy utolsó kérdésed van? Oké. Okay. Akkor az utolsó kérdésem. Tehát lehet fizikai eredmény a belső sikernek. Tehát, tehát ami azt jelenti, hogy én valamilyen módon összekapcsoltam az embert és átadtam -e neki. Az üzenetet. Tehát van itt valami összehasonlítási lehetőségem? Nem tudom, hogy A mérése ennek nagyon nehéz. Tehát elviszem a workshopra az embereket. Én menedzselem ezt, hogy eljussanak oda. És aztán ez azt jelenti, hogy ők... Megkapták az üzenetet és a csoporthoz kapcsolnak? Ez a te cselekedet, nem az ő cselekedetük. Az ő cselekedet... Tehát ők el akarnak jutni a workshopra. És a következő alkalommal fogod meglátni hogy, hogy mennyire aktiválódtak ők, és mi, hogy szerezték meg ezt az első pillanattól. És hogy ez az első és a második workshopon hogy volt érezhető, és hogy tudtunk megvizsgálni, hogyan tudtunk megváltoztatni mindent. Tehát, hogy ők egyre jobban be tudjanak lépni ebbe ebbe a pontba. Tehát a legfontosabb dolog a számunkra, hogy valóban megragadjuk a teremtő belső erejét, és képesek legyünk ö, figyelni azt, hogy ez hogyan változtatja bennünket. Nyilvánvalóan ez egy. Ö, ez azt jelenti, hogy a fiaim legyőztek engem, ugye? És ez az, ez az, egész dolog megváltozott bennünket, és korrigált minket. Ez azt jelenti, hogy a. Tehát arra kell imádkozni, azért kell imádkozni, a teremtő állandóan változom minket. Látjátok, elértünk az első kérdéshez megint. Hát hogy lehetne másképp? Azért, mert ők elfelelkeznek mindenre, mindenről a workshop alatt. Mit jelent az, hogy Nincs, hogy elfelejtettél valamit. Ha, 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 ott a szíved legbelsejében összekapcsoltad őket, ez a csőhöz kapcsolod őket, a te anyádhoz, a csoporthoz, akkor, akkor a, a, szíved összekapcsolja az embereket azzal a workshop alatt, amit csinálsz. Oké, okay, de ha én állandóan imában vagyok, az azt jelenti, hogy én össze kapcsolódva a csoporttal. Hát, ha imában vagy? Igen. Tehát akkor mondjuk én workshopnak a házigazdája. Akkor és, a fény befelé az embereket, az azt jelenti, hogy én a csoporthoz vagyok kapcsolódva. Nem, neked először kell kapcsolódnod a csoporthoz, annak érdekében, hogy a fény megérkezzen. Hát mit tudunk tenni, magyar hát minden a korrekció miért van így. Ugyanaz a kérdés. Joknámból kérdezi valaki, mi a mértéke annak, hogy, hogy mi valóban fényt adtunk, és a fény befolyásolja a közönséget. Miből fogjuk ezt látni? Hát neki kell megtalálni a kapcsolatot a fényjel egyre jobban. Egy jelenségen keresztül, a kapcsolaton keresztül, a melegségen keresztül. Csak ők nem fénynek fogják hívni, hanem hívják ezt málna szem érzésnek. Azt, hogy én ezt el akarom érni, és hogyan tudok ebből előnyt kovácsolni a saját életem számára, hogyan tudom ezt elérni, ez jelenti azt, hogy ők elnyelték az üzenetet. Natányából kérdezi egy másik srác, hogy ezt a képnek a megfestése ez azt jelenti, hogy akkor én a, ezzel a nagy közönséget szolgálom, vagy a barátaimat? Nem értem, milyen leírásra gondol. Amikor ki megyek terjeszteni, hogyan tudom ezt magamnak leírni, a folyamatot? Akkor nekem a külső, ezzel a képpel kit szolgálok? Hát mindig a külső közönséget szolgálod. Tehát nyilvánvalóan a, a, a teremtőt kell átadnod annak a, a nagy közönségnek, kinek? az embereknek. Azoknak, akikről gondoskodnod kell. Oké, tehát itt van egy barátok, aki hosszú levelet írt, ami azt mondja, ha úgy akar beszélni, mint a barátok, akik itt ülnek, akkor hogy mit kell tennie? Hát nem menjen ki egyedül, ez a legfontosabb. Tehát mindenféle embereket össze kell szedni, lehet, hogy menjen először a barátaihoz, vagy a rokonai, ezt próbálja ki magát, és aztán az embernek állandóan figyelnie kell, ha másokkal megy ki, akkor pedig a kapcsolaton keresztül figyelni egy a csoportban több ember mit csinál. Ezt végig kell gondolni. Tehát emellett, a, ami a lényeg, hogy, hogy, a csoportban belül mindenki, aki kimegy, akkor az egy, annak legyen a zsebében egyfajta csomag. Vagy a kezében, ami a kapcsolatról szól, és ami segít neki mindent meg, megvalósítani. És akkor most megállta az internet, nagyszerű. Jó. Tehát az embernek így kell irányoznia magát ezért lényegtelen. Hogy, hogy a. Tehát nekünk itt és most kell összekapcsolódnunk, és akár most történik ez meg, akár majd a következő alkalommal. Na most. Közben megújult a kép, kíváncsi vagyok, hogy most végigmegye. És akkor ez ugyanott megakadt, tehát ez nagyszerű. Szerintem nem értem, hogy ezek miért akadnak föl. Jó, akkor folytom minden. Tehát. Tehát én, tehát nekem egyszerűen végig kell a dolgot, nincs más választásom, ezt kell megtennem, nagyon egyszerű a dolog, nekem, nekem túl kell lépnem a szégyenkedésen. egy olyan szintre kell juttatnom magam, amikor én valóban egy üzenethozó leszek, aki bizonyos dolgot végre tud hajtani. Ez valami olyan, ami valóban túlemel engem mindenen mit tudok tenni. Hogyha ezt nekem meg kell tennem, akkor megteszem. Nekem nincs másra szükségem, mint hogy kimenjek, és, és, és Európában, ugye én megyek egy európai körútra, mondjuk, tehát te gondoljátok, hogy én élvezem, hogy meg a tévében, meg a rádiókban, meg interjúkat adok, meg ilyeneket? Tehát gondoljátok, hogy ez az én karatának megfelelően így történik? Engem ez már egyáltalán nem érdekel. Na most teljesen kiesett a net. Hát nem tudom, hogy hol tudom megragadni ezt. de ez így működik, tehát nekem ezt a dolgomat nekem kell megtenni, a ti dolgot meg nektek. Valóban, tehát valakik nem akarnak nekem sem hinni természetesen, és ugyanazt mondják, amit ti mondtok most nekem. Tehát ugyanazok a kérdések merülnek föl, szinte elkerülhetetlen ugyanazok a kérdések merülnek föl. Mint ti most felsoroltatok nekem. És ezen a módon tudunk előre haladni, és ez, ez az, ahogy nekünk el kell jutatni az emberekhez üzenetet. Dáról jutok, hogy technikai nehézségek vannak itt, most nem tudom miért. Tehát tehát nekem el kell magyarázni nekik, és ez az, ahogy beszélünk kell hozzájuk, és nincs más lehetőségem. És tegyétek oda a szíveteket, ahogy csak lehetséges, és a szégyenkezés az nem rossz de nem szabad, hogy megállítson benneteket. Mert ez egy egoista szégyenkezés. Attól félek, hogy majd lerombolnak engem, meg megsemmisítenek ott szemből szembe engemet. Nyilván jó, hogy ezt érzitek, de nyilvánvalóan nem reális. Hogy az embert ez valóban mennyire ragadja meg, az egy dolog. Oké, de a feladat az világos. Meg is értjük, Vigyük az embereket az egységhez. De mi a világcsoportnak a feladata ebben a történetben? Hogyan tudjuk támogatni egymást ebben? Hát nyilvánvalóan nincs. Ö... Tehát, hogy csak ezt kell végrehajtani. Tehát, hogy ez mondva volt. Tehát itt van néhány hét innentől kezdve, és lesz egy hatalmas kongresszusunk Franciaországban. Látjátok? Egy mindenkiért, mindenki egyért. És az egész az európai csoportot szeretnénk ott, Klitt öh, szeretnénk ott látni. Egy nagyon jó kongresszusunk lesz ott, a terjesztésről tudunk beszélni, az emelkedésről tudunk beszélni, és ezáltal előnk egy spütás célt, és ennyi és én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el. Mindenki ragadja meg ezt a lehetőséget, az összes európai. Én tényleg kérlek benneteket, ajánlom mindenkinek, hogy gyertek el erre a kongresszusra a Franciaországba. Mona mi fog kérdezni, ez gondolom Terence. Az hát. Hirtelen franciául beszél, rájött, hogy van Jakokka. Én szeretném tudni, hogy egyfelől egy ember eljön a kongresszusra, és akkor meglátjuk, hogy van szabad akarata, másrészt pedig, tehát ő azt gondolja, hogy ő valami kontrollálja őt, akkor hogyan tudjuk ezt a, ezt a paradoxont lehet feloldani? Az új tanulók szempontjából. Hogy vezeti egy erő erre fele? Tehát hogyan érezhetik, hogy mégis kontrolláljuk őket valaki, meg a szabad akaratot is keresünk? Az új diákok azok gyakorlatilag az internet jönnek, vagy a kabalából? Na, mondjuk legyen kabala. Akkor mi, mi együtt tanulunk velük, és megtanuljuk, hogy mi a kabala bölcsessége, a felső világok rendszerét, megtanuljuk ennek a világnak a rendszerét, hogyan a felső világ milyen módon e, működteti ezt a világot, és az emberek ebben a világban mindig a felső erő által vannak működtetve, és hogy hogyan tanulhatjuk meg ennek az egész rendszernek a működését, és ezen keresztül hogyan tudjuk ezt a rendszert aktiválni a saját előnyünkre. Tehát mi az alsó szint, az alsó világban hogyan tudjuk aktiválni a teljes felső világot, a felső erőt, a saját irányunkba. Ez a kabala a lényege. Egész addig, amíg fel nem fedezzük, hogy a teljes rendszer, a teljes valóság az, az úgy létezik, ahogy. ahogy a fizikusok is ma beszélnek erről. Hogyan tudom mi arról beszélni, hogy, hogy a, legkis, a legalacsonyabb rendű világból hogyan lehet kontrollálni az összes többi világot? Hogy, mert mi mindegyiket akarjuk kontrollálni, Nyilvánvalóan azonban nekünk azt kell megtanítani, hogy ő hogy tudja a teljes természetet abban az értelemben irányítani, hogy, hogy ahelyett, hogy a természet irányítaná, hogyan tud együttműködni a természettel abban, hogy a saját világát kontrollálja. És ezzel bezárjuk, ez elegendő volt már a gyertek a kongresszusra, és ott meglátjuk mindez, hogy fog működni. Üzenet akkor még egyszer a a Kongresszus Franciaországban, május 9-11, egy mindenkiért, mindenki egyért, ez a négy muskétásnak a... az idézete. Nagyon sok ö... kulturális esemény, egyéb kaja, mindenféle dolog történik, Rav Lightmannal részletek itt a eurokongressz.infon, Tallinnban lesz ugye egy tréning, Építsük együtt a jövőt, ennek pedig ez a jelmondata. Ez a második ilyen kongresszus lesz. Ez május 1-3 Tallinnban, Észtországban. Ma pedig építsük együtt egy világméretű integrálódási tréninget, 5-től 7-ig, magyar időszak 4-től 6-ig. Ezt a RAV, uh, rav. <laughs> a Zsolt fordítja, ma és ezzel összefoglaljuk a mai napot, és mindenkinek egy szép napot kívánunk.